felhasználod. Szorgos kezek munkálkodnak a krumplis, vagy ahogy a székelyek hívják, a pityókás nudli elkészítésén úgy, ahogy ezt a nagymányolkaiak körében szokás. Emellett az asztalokon készültek különféle sóságok és édességek, melyeknek közös vonásuk az, hogy mindegyik alapanyaga a krumpli. Az ide érkezők bográcsaiban főtt a paprikás krumpli is. A székely konyha tucatjával ismeri ezeket az ételeket. Kevesen tudják, hogy mi is az a pityóka. Hát magyarul krumpli vagy burgonya, ugye mi bukovinai székelyek ezt megszoktuk, hogy pityóka. Az öregeknél ez egy olyan hagyomány volt, mert mindenhez lehetett használni. Csak egy kicsi ilyet, vagy szalonnát, vagy akármit hozzátettek, meg kijött belőle a kaja. Hát aztán itt ide is elhoztuk mi, ugye bukovinai leszármazottak vagyunk, és bizony olyan hét nincs, hogy ne legyen kétszer legalább valamiféle burgonya ételünk. 11 féle, tehát ezek a legismertebbek, ugye, amit a hétköznapokban az asszonyok is otthon főznek. A csapatok megmutatták egymásnak tudásukat, bár gyaníthatóan nagy meglepetést nem tudtak okozni, hiszen ezek a finomságok minden háztartásban rendszeresen elkészültek. Ezeknek az ételeknek az a nagy előnye, mondják a háziasszonyok, hogy nagyon gyorsan asztalra lehet tenni, és általában nagy is a keletje. Krumplislángos készítünk, illetve pityókás, úgy mondjuk, ugye? Mert pityóka fesztivál van, úgyhogy, és nudlit is csinálunk, hagymás nudlit. A krumpli az szinte mindennapos, ha más nem levesbe kerül, igaz lányom? Úgyhogy szinte mindennapos a krumpli. Miközben készült a pityókás nudli, mi arra voltunk kíváncsiak, hogyan fogyasztják ezt a mindennapokban. Főételnek is használták a székelyek, egy kis pityókával, egy kis liszt, gyorsan megvolt, és rá egy hagymás szaptot, hagymát pirítani csak, vagy szalonna ugye mindig volt, és ez nagyon gyorsan megvolt. Ebédre is, meg vacsora, főételnek is, tehát nem csak ilyen kiegészítőnek, hanem főételnek is. Pityóka, egy kis liszt hozzá, meggyúrni, és már sodorták, forrt a víz közbe, ugye bele, hagyma pirult, és egy-két nagyon hamar megvolt, gyors étel. Az örök kedvenc paprikás krumpli elkészítése pedig a férfiak dolga volt. Én egyet tudok csak, ezt. Van kolbász, szalonna, paprika, ami kell, minden. Azért szegény embernek a paprikás krumpli az mindig eledele volt, és most egyre több szegény lesz, úgyhogy lesz több paprikás krumpli, szerintem. És a főétel után következhetett a fánk, amiről azt mondják az asszonyok, jobb, mint egy torta. De az is igaz, hogy ma már a fiatalok nem szívesen állnak oda sütögetni. Figyelem, következik egy nagyon-nagyon finom fánk receptje. Egy kiló liszthez fele arányba kell a krumplit. Megfőzi, és kinyomja rendesen, és akkor hozzáadja. Élesztő kell hozzá, tejjel kigyúrni, és ennyi a receptje. Inkább ez olyan, hogy babgulyás mellé, vagy krumpli paprikás mellé a gyerekek volt a desszert. Ez nagyon finom volt, és ezt még a szüleimtől tanultam, és nagyon-nagyon ízlett mindig minden. A zsűri értékelése alapján az ételversenyben a bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete bizonyult a legjobbnak. Főtt krumplistocsnit, nyers krumplistocsnit, hát székelyek azt mondják tacs. Igen. És főtt krumplistocsnit, és gombóc lesz, hagymás nudli, csak nincs, gombócnak csináljuk. Mire használták a tócsnit? Tócsnit, mihez ettél? Ez egy erős, tehát egy ilyen töményebb leveshez, ez második ételfogásnak, vagy fokhagymáson, vagy tejfölösen, vagy aki édes szájú, akkor édesen, tehát változatosan lehet ezt fogyasztani. És a főzés és a közös együttlét a jó kedvet is magával hozta. A nagymányoki székelyek meghívásának ezúttal 8 csoport tett eleget.